Ma vannak először kiengedő az ökrök. Egész jól néznek ki, mondjuk a szőrük az egy kicsit kopottas a bundájuk. De amúgy jó kondiba vannak. De mondjuk máskor sem szokott lenni gond tavaszra kondiva. Régen nagyapáink idejébe olyan takarmányon tartották az ökröket, hogy volt olyan, hogy tavasszal már nem bírtak felállni. Úgy kellett segíteni nekik felállni, aztán úgy vitték ki őket, úgy vezették ki őket, és akkor amit így legelésztek, kis gyenge füvet, azon fel híztak lassan. Hát állítólag így 2-3 nap múlva már nem volt semmi bajuk. De hát mondjuk azért nincsen ilyen. Nem tudom a kamerán mennyire látszik. Milliónyi kis apró fekete légy van itt. Hé, nem mész sehova. És már kötöm be őket. Milliónyi kis apró bűrök ott van. Milliónyi kis apró fekete légy egyszerűen egy pillanat alatt előkerült. Még most hoztam ki őket. A fülüket belül véresre szokták csípni. Hát látszik, hogy egy-két kis pöttyöcske van. Egy kis fekete légy. Ez nem tudom mi, ez csak tavasszal van. Ez állítólag régen. Ez belül a fülét, ennek is azért látszik, hogy dolgoznak, tiszta véres. Na és ez állítólag, ez a kis pici fekete légy, ez régen olyan sok volt, hogy képes volt legyengíteni a szarvasmarhákat. Tehát olyan vérveszteséget okozott, hogy legyengültek tőle. A körme az szerencsére tavasz óta úgy tűnik, hogy rendben van, nem sántít, úgyhogy ez jó hír, hogy jók vagyunk. Fú, érdekes, hogy engem nem csíp, de őket nagyon csípik. A szemük körül, az orruk körül, meg a fülüket belül azt csípi, de itt van itt a szőrén is mindenütt belőle. Valamikor így egy-egy helyen, ilyen már véres a szőre, amikor ezek, nem tudom mik ezek, de ezek csak ilyenkor tavasszal vannak, kora tavasszal egy hónapig. Ezek a furcsa legyek. Na mindegy, az a lényeg, hogy a fiúk a hosszú bezártság után most azért csak kijöhettek most már. Hát eddig nem értem rá, dolgoztam is, meg a kint a birtokon is, ami gond volt, azt el kellett intézni, ott is tiszta éves szűr, de... Hé! Hey! A balondja rábuglik. Mondjuk ezzel vigyázni kell, mert volt már olyan, akire ráugrott és kettős combcsontörést kapott. Ezt játékból csinálják szerintem, de hülye játék. Na oké, ennyi. Kötöm őket befelé, mert holnap nekem 5-kor kelni kell. És még van dolog.